Na, szóval Cadiz. Ja, piros. Volt egy kis update. Én azt hiszem, hogy még életemben nem fáztam így, mint most éjszaka, de már fáztam, és azt is ebben az országban. Úgyhogy volt egy kis update, bementem a Mangóba, és megvettem mindent, ami meleg. Kesztyűt, sapkát, a Kalcedóniában harisnyát, és vettem egy olyan nadrágot, ami nem testhez álló, vagyis közte és a lábam között elterülő rész az levegővel van teli, tehát szigetel. Én éjszaka úgy aludtam, hogy miután egy órát vacogtam, utána fogtam és ezt a kék jackimet összecipzároztam, bele a mellényemet összecipzározva, és abba raktam a lábamat, és ettől jó lett. Kesztyűben, ami mondjuk senki nincs, de ez engem egyáltalán nem zavar. Világot itt tesznek, mert nagyon értem mi. Próbálom megtalálni a római színháznak a pályát, egyelőre nullas sikerrel. Nézzük. Katedral Vieja, Museo. Hát én már baromira nem látom azért a teátrot. Nem baj, menjünk. Hogy fog eljönni a lépcsőn. Jó, hát most leteszek a teátróról, és bemegyek a Parroquia de Santa Cruz Catedral Viejába. Csak előbb lenémítom a telefonomat. Megy. Majd szóljátok, hogy utána hangosítson fel. Most látom, hogy azért van mit tanulnunk még a legalábbis a cádizi kutyasétáltatóktól, vagy kutyatulajdonosoktól. Ugyanis hordanak magukkal egy kis flakonban fertőtlenítőszert, és ha odapisül a kutyus, akkor utána azt leöntik.
Ugye milyen szép a pálmafa. Lemegyek a kriptába, bár egy kicsit még korai. Hát ha valamire nem számítottam, az az, hogy itt rendesen kiírt, kürtös kalács van. Olyan variációkban, hogy őrület. Ezt nem is tudom, hogy most akkor én kipróbáljam. De rendesen ki van írva, ővel, ővel. És egy kis óvárosi dekatlon. Na, ezt kerestem. A piac. Itt le fogok ülni. Szénhidrátot fogok magamba tölteni. Mercado Central de Abastos. Ayuntamiento de Cádiz. Na, ki se tudom mondani. Oh la la! Dios mio! Nem szép. Hello!